Na, Sanyikám, üdvözlünk Alagon. Ő a Pejk Jerlingnek a tulajdonosa, megérkezett Münchenből, elhalmozta a brigádot. Megülte a csoki a gyomrotokat? Hallom. Én is csak hallom. Ő is hallotta, meg a Niki is ezt a csokit csak. Akkor a Kata megette, a Danka, meg a Noémi. Akkor nem kapott a Linda, nem kaptam én, nem kapott a Niki. Hát de van maradt még? Yes, egyenes végén meg, azt egy überke lefele. Jó van, az a jó. El ne kapjon azért. Tehát Egon Csődör, Lordika. Ki ne találj ott egy 200 méter után, Lindus, figyelj oda, aztán beindul ő. És Panisz. Kata. Linda. Mondom, ki ne találja! És Niki. Na érkezik Egon Csődike, Lordika és Panisz. Jó, mehetsz nyugodtan, jönnek ezek. Na gyere, Sanyikám, elmenjünk, csak megmutatom, hogy belenézünk a gyöbbe. Okay. Jó, szépen el voltak. Nem mondom, hogyha azt a tempót, mert egy-két másodpercet, hat évedek, hogy mikor kell hol előbukkanniuk. Minden nap itt vagyok velük. Most például a Bencusnak a lovát nem látom, az a télire, tehát ide-oda mennek, akkor egy helyen tudok lenni. Valamikor Tóbin van, akkor gyorsan még vagy a téliről még ide érek. De ebben a mély homokban alig bírok menni, úgyhogy motorral. A Lordi ilyen kicsi, a videókban nagynak tűnt. Ja. Igen, mert csere volt a Nikivel, úgyhogy ez meg aránylag kis lovon ül, így van, Paniszkán. Ja. Na, majd mindjárt belelátsz, hogy milyen messze vagyunk. Egész a házakig megy. Ez 2800 méter körbe. Mondani nem sok, de végig menni, meg ránézésre azért. Marha nagy kanyarok vannak. Na nézd meg, ott a vége. Jó van. Sanyi meg összekevert, azt mondja, Nikit látom, a Lordin az olyan nagy, nagynak tűnik videóba. Azt mondja, így mondom, ne hülyesk, egy hosszú nagylábú, majd itt megnézed. Na azt akkor rájöttünk, hogy Panisz nézte. Na haza, drágáim, lemossuk őket. Van olyan ló, ami még nincs kin? Jó. Majd a új kancára rakunk majd nyerget, ha bejöttek Dankáék. Meg a Hibivel még trappolnánk. Gyertek itt egy kör, drágáim. De, majd. Gyertek itt egy kört. Jó. Hát csak a Sanyinak akarom megmutatni. Na nézd, nekem magas ám, ez nagyon. Úgy, ma a Nikit figyelted, tudod? A Nikit figyeli, hallod? A Nikit figyel, milyen volt? Jó. Tündérk. Annak hallod, nyugodtan oda vághatsz a vesélyre, amikor gondolsz, de azért ismersz. Előre mondtam, hogy figyelj oda ott. Nem tudtam, hogy itt ez megy. De hát ha én mondom, mehettek haza. Ha én mondom, akkor az azért mondom. Jó, ne, itt kiabáltam. Neked, amikor mentetek be, hallgasd a videót. Figyelj oda 200 méterig. Hát akkor? Na. Na menjetek, drágáim, ügyesen, lemossuk őket. Na menjetek. Na, megyünk be itt, lemosom a kettőt. Ebben a vásárba.